Jó estét kívánok! Ez az adás általában felvételről megy, kedreggel veszük fel, és hát ilyenkor este 3-9 környéken sugározzuk. Ma felborult a menetrend, ami több következménnyel jár. Az egyik, hogy három beígért vendég közül Tamás Gáspár Miklós nem lesz itt, mert hogy nem tudtuk ezt megszervezni. A másik, hogy a déli sajtótájékoztató miatt a reggeli felvételnek nem láttuk értelmét Molnár Csabával, a DK elnökével, aki itt ül. Köszönöm, hogy eljött. Jó estét kívánok! Viszont Horváth Aladárral, a Magyarországi Cigánypárt elnökével elkészült az interjú, amit majd a műsor végén hallanak a reklám után, és az majd felvételről megy. Hát kezdjük azzal, hogy ön azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy 12-1 óra között meg lesz ez a sajtótájékoztató, lehet, hogy csak délután. És aztán megvolt. Mi volt az, ami még az utolsó pillanatban még problémát okozhatott? Elárulná nekem? Csak biztosra akartam menni. Igen. Tehát nem gondoltam azt, hogy valami probléma tud lenni, de az elmúlt egy hétben olyan sokat tárgyaltunk, volt olyan nap, amikor két tárgyalási forduló volt, egy délelőtt, egy késő este, vagy még éjszaka is, hogy nem mertem felelősséggel ígérni önöknek, hogy teljesen bizonyosan ide érek. Láttam is a fáradtságot a kollégái arcán, láttam a fáradtságot. Különösen Gyurcsány Ferenc arcát figyeltem természetesen. Ilyen cinikus félmosolyt vártam, de nem láttam. Viszont a hvg.hu-n volt egy megjegyzés, ami arra utalt, hogy a blogbejegyzésében a Facebookon azt írta Gyurcsány, hogy elértem, megjöttem, vagy valami ilyesmi. Megjöttem. Megjöttem. Ez volt a bejegyzés. Ugye előtte azt mondta, akkor most hazamegyek, és akkor megjöttem. És ez cinikusnak minősít a HVG, és ebben benne van az igazi Gyurcsány, hogy megcsináltam, látjátok, nem mondom, hogy bekaphatjátok, de majdnem. Cinikusnak nem minősíteni, de kétség kívül van ebben olyan vagány dolog, ami Gyurcsány Ferire egyébként nagyon jellemző. Nem kellett visszavenni egy kicsit az elmúlt napokban? Nem volt most abban a pozícióban, amit ő megszokott. Ő olyan, hogy van egy ilyen személyes stílusa, aki ismeri ezt nagyon jól, tudja, egy ilyen igazi lazas srác, de nyilván mikor van valamilyen politikai helyzet, mikor meg kell felelni, amikor tárgyalni kell, vagy szerepelni kell, hát akkor ilyenkor mindenki felveszi a politikusnak a jelmezét, hát valamennyien ilyenek vagyunk. Volt egy nehéz pillanat a sajtótájékoztatón. Azért is vagyok bajban, ezt a nézőknek mondom, hogy otthon kezdtem nézni a három politikus beszélgetését, aztán autóba kellett ülnöm, hogy ide jöjjek Kőbányára. Úgyhogy a szerkesztő segített, nagyjából elmondta, hogy Olga miről beszélgetett a vendégeivel, hogy ne ismételjem magam. Nem tudom, szóba került-e, azt hiszem nem, hogy a sajtótájékoztató végén Gyurcsány Ferenc az elmúlt 8 évre vonatkozó kérdést azzal elhárította, emlékszik, hogy nem a múlttal kell foglalkozni, hanem a jövő a fontos. És akkor a Hír TV riportere feltette egy kérdést, ami úgy szólt, hogy lehet-e olyas valaki, a lista első öt tagja közül az egyik, akit a választók 70-valány százaléka elutasít. Nem tudom honnan, mi ez a 70%, aztán néztem a Hír TV-t délután, nem tudom, ön nézte. Igen, ez egy századvég felmérés volt. Igaz. De viszont azt hiszem, hogy a századvégen nagyon sokan egyet is értenek. Ezért nagyon sokat nevettünk ezen. Igen? Ugye tudjuk, hogy a századvég az enyhén szólva kormányközeli kutatóintézet. De itt a nagyságrend azért annyira nem lehetett túlzó. Tudjuk róluk azt is, hogy... De a nagyságrend nem lehetett túlzó. 100 millió forintos nagyságrenden kaptak állami megrendeléseket. Ami nevettünk, milliárd, az nem ez. Milliárd az. Inkább milliárdos. Ami nevettünk, az nem ez, hanem hát, hogy elkéstek vele. Nyilván ezt az egész kabukutatást ezt arra időzítették, hogy megpróbálják megakadályozni a tárgyalásokat, viszont annyira felpörgött ez az időszak, hogy a tárgyalások után tudták már csak elmondani ezt a dolgot, és ez az egész tárgyaló delegációban, nem csak a mi oldalunkon, hanem a többiek oldalán is, hát enyhén szóval derültséget váltott ki, hogy hát a Fidesznek ez a trükkje most nem jött be. Na most számomra a nap legkeményebb mondata Jávor Benedek, az Együtt PM társadalmának szájából hangzott el, amikor arra emlékeztetett, és nem mondta, hogy Juhász Péter miért nem vállalt Gyurcsánnyal együtt jelölést az országos listán, nem említette Ungár Klárát, aki ugyancsak visszakozott, hogy nem óhajt ebben az együttműködésben részt venni, hanem ő azt mondta, hogy az együttműködés jövőbeni együttműködés feltétele az, hogy el kell számolni azokkal a hibákkal, amelyek a Fidesz kétharmadához vezetnek.
ez egy eufémizmus, mert mondhatta volna azt is, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy lelkűek vagyunk, hogy beveszük azt az embert, és kollégáit, értett mondjuk önt is, akik tehetnek arról, hogy jelenlegi kormányzó párt kétharmadhoz jutott, és megtehette ezzel azt, amit megtett. Nézze, kicsit ilyenkor bonyolultá válik az embernek a helyzete. De meg fogja érteni, és nem fogom megkerülni a kérdést, csak hadd mondjak hozzá egy rövid bevezetőt. Nyilván mi megkötöttünk most egy szövetséget pont a mai napon. A elemi érdek ennek a szövetség működésének, végsősoron az Orbán kormány leváltásának az, hogyha megpróbálunk nem egymással foglalkozni. Egy. Kettő pedig, hogyha egymásról beszélünk, akkor a minden erőfeszítésünket arra irányítjuk, hogy méltányosak legyünk egymással szemben. Ha én most elkezdek vitatkozni Jávor Benedekkel, akkor teljesen bizonyos vagyok benne, hogy rontom a választási esélyeinket, mert majd el lehet ezt a dolgot mazsolázni úgy, hogy na hát ezek már megint egymással foglalkoznak, nem az ország ügyeivel, nem a kormányváltással, nem a... és hosszan folytathatnám a sor, de nem kerülne meg a kérdés, mert muszáj válaszolnom. Jó, mert... nekem meg muszáj közbeszólnom. Muszáj közbeszólnom, mert ugyan csak ne felejtsem, mert el fogom felejteni. Ha elfelejti, akkor megkerülöm a kérdést. Volt egy szocialista, tehát egy szocialiberális koalíció, ahol Horn Gyula teljesen egyértelműen utálta az SZDSZ-t, úgy, ahogy volt. Egy kényszer koalíció volt, nyugat felé egy gesztus, meg lett volna az abszolút többsége az MSZP-nek, de úgy gondolták valamiféle bűntudatból, hogy be kell venni a kormányváltó az egykori ellenzéket. De Horn ebben majdnem beledöglött. És az is egyértelmű volt, hogy Magyar Bálint, aki itt volt, az mondta, Horn Gyulával? Soha. Orbán Viktor aztán mit mondott? Tornyával? Soha. Aztán le. Na most ehhez képest mi ez a hajtutánc? Vagy pávatánc, vagy mindegy szokták ezt nevezni? Ezt hívják politikának. Ilyen a politika. Igen. Nyilván mindenki látta, hogy ha van egy olyan közös cél, a sok-sok elválasztó dolog mellett, és nyilván nem az a dolgunk, hogy arról beszéljünk, ami elválaszt, hanem arról, ami inkább, ami összeköt. De mégiscsak van egy közös cél ennek a dolognak a végén. Mi úgy gondoljuk, hogy az elmúlt 4 évben, és ezt mondják egyébként a szocialisták, bajnaiék, liberálisok, és folytathatnám, hogy valami igazi most szörnyű... Most fognak kovácsolódni. Hogy igazi szörnyű dolgok történtek ebben az országban. Értem. És foglalkozhatunk és azzal... meg fognak változni? Foglalkozhatunk azzal, hogy mi volt, és ami elválasztott hogy a Mesterházi minket. És a Gyurcsány hogyan párba ez a szkanderozott, hogy a Mesterházi hogyan tudta kiszorítani Gyurcsányt. Rákényszerített saját pártra. Elhisszük, hogy majd abban a koalíciós fontos kormányban ez? Imádni fogják egymást? Fontos ez. Nagyon. Őszintén. Miért mondja, hogy fontos? Az elmúlt 8 év, vagy az elmúlt 20 év miatt? Az elmúlt 4 év engem jobban érdekel. Ez az elmúlt 4 év, ez szerintem jóval szörnyű volt, mint az azt megelőző. Az elmúlt 4 év sokak szerint szörnyű volt, de nem felejtik el azt az elmúlt 8 évet, ami ehhez a 4 évhez vezetett. Ezen. Mi nem fogunk belemenni ilyen típusú vitákba egymás között, mert egyáltalán nem a kormányváltás érdekei olyan szerint hajlam, hogy önkritikát gyakoroljanak a főnökével együtt, hogy ezt meg ezt már nem fogjuk elkövetni. Nem olvassa ezek szerint Gyurcsány Ferencnek az írásait. Én aztán figyelmű, az pontosan de hát tudja. Tudom, hogy önök közeli jó viszonyban vannak egymással, hogy finoman fogalmazzak és szeretik hát egymást. Hát azért nagy, a végén azért csak belátta, hogy hatalomcentrikus voltam, gőgös voltam, és előbb kellett volna lemondanom. De milyen marha nehezen vallotta be? 2010. Ben egy írásában, és 2011-ben pedig egy másikban. Az egyik az egy több mint 60 oldalas írás, ha jól emlékszem, de nem akarok butaságokat mondani, de igazán terjedelmes írás volt, egy igazi nagy összefoglalását adta a saját kormányzásának, és annak, hogy szerintem mit csinált annak idején rosszul. Mondjon nekem még egy politikust Magyarországon, aki ezt megtette a saját kormányzása, vagy a bármilyen saját politikai közreműködése, vagy munkája kapcsán. Én nem találkoztam nem ilyennel. Tudjakori. Az a baj, hogy kialakult ez de a legenda. Nem, de nem is mindenki grafomál, mint a maga főnöke. Kialakult ez a legenda, hogy Gyurcsány Ferenc egy ilyen önkritikára képtelen figura, miközben egyébként a DK politikusának egy jelentős része az elmúlt néhány évben pontosan az hánytorgatta fel Gyurcsány Ferencnek, hogy túl sokszor, értelmetlenül sokszor gyakorol önkritikát a saját kormányzása kapcsán. Nézzük, mi azt a 8 évet, azt őszintén vállaljuk. Hát nyilván voltak benne problémák. Mi ezzel a 8 évvel nem akarunk szembe menni. Szerintem egyébként a szövetségben nincsen olyan figura most, még a PMS-ek vagy az együttesek között sem, maguk is így nyilatkoznak, akik azt mondják, hogy az a 8 év, az rosszabb lett volna ennél a 4-nél. Hát ha már ez összeköt, akkor ebben már előre lehet menni. És tudom, hogy önnek az a dolga, meg az önnek a műsorvezetői stílusa is ilyen, hogy megpróbálja ezt kiröltetni belőlem, de nem fogja tudni. Nekem az a dolgom, hogy megpróbáljam ezt a szövetséget egybe tartani, és ennek a képét jó, is mutatni. Na most esélyt adok önnek arra, hogy a főnök helyett is magasztos dolgokat mondjon. Azt mondja Schiffer,
azt mondja, maguk nem a Fideszt akarják megbuktatni, 2018-ra akarják átmenteni magukat. Azt mondta Smuk Kandor, ki is számolta, hogy a Jávor Benedek 4 év alatt, nem tudom, 20 millió forintot fog keresni, a Vadnai Áginak ez a jelölés, ez hány százezer forint havonta. Hát gyakorlatilag arról beszélt, hogy önök gyakorlatilag a saját politikai túlélésükért küzdenek, képviselőhelyeket akarnak, egzisztenciális biztonságot akarnak, és nem a Fideszt akarják igazán megbuktatni. Sőt, még a Schiffer azt is mondta, hogy ki akarják szorítani azokat a hiteles szerveződéseket, önök, akik nem szerepelnek egyetlen oligarcha fizetési listáján sem. Ez egy nagyon durva sértés. Nem is egészen értem, hogy miről beszél. Nézze, Schiffer Andrásra reagálni az lassan olyan nehézséget talán okoz már, mint Szijjártó Péterre talán reagálni. A Puch Lászlóra, vagy a pénzt, korábbi MSZP pénztárkokra gondol? A politikában, ha valaki azt mondja, hogy egy politikus ezt csak azért csinálja, hogy felvegye a havi fizetését, akkor azt tényleg nem tudom minősíteni. Miért gondolja Schiffer úr, lehet, hogy magából indul ki, hogyha mi nem politikusok lennénk, akkor éhen halnánk. Miből gondolja ezt, hogy ez egzisztenciális kérdés? Miből gondolja, hogy Gyurcsány Ferenc, aki üzletember, vagy én, aki jogász vagyok, és még tudom folytatni az előbb felsorolt nevekkel is, mi nem tudnánk normálisan más szakmából is, akkor akár jobban mondtam is azt, hogy megélni. Mondjam most valami patetikus dolgot, a hazáért, akkor, a nemzetért, és a jövő generációért. Ez majdnem olyan ócska lenne, mint amit Schiffer András mond. Ez butaság. Hát akkor ez mit? A mit akarnak? Mondja már, mit akarnak igazából? Azt szeretnénk, hogyha jobban menne a dolog, mint ahogy most megy. Hát a politikusnak ilyen egyszerű ambíciói vannak. Ugye lehet ezeket ilyen szépen csomagolni, ahogy ön is mondta. Nyilván vannak pillanatok, mikor így beszélünk. Ünnepségeken, mondjuk március 15-én az ember feldíszíti a szívét, és gyönyörű, cirkalmas körmondatokat mond. De hadd egyszerűsítsen már le ezt önnek. Mi azt akarjuk, hogy ennek a fantasztikus, gyönyörű országnak, és akkor most belemegyek ezekbe a jelzőkbe, ennek jobban menjen, mint ahogy most megy. Ilyen egyszerű a politikus ambíciója. És ebből ilyen egyszerű hitből táplálkozik ez a történet. Lehet, hogy ebben a hitben egyébként van egy kis önhitség is, hogy szerintünk mi, most már szövetség politikusai együtt, ezt lényegesen jobban, tisztességesebben és becsületesebben tudjuk csinálni, na, mint Orbán. Nem vagyok biztos, hogy ez meggyőző. Na mindegy. Ugye, de ha gondolja, tudom mondani a gyönyörű szép nagy mondatokat. Nem, nyilván tudta, hogy ez csak kicsit frosztusztam. Nekem Lánci András a századvég, milyen ő, oratórium, mindegy, hát a Fidesz házi filozófus, a századvég alapítvány elnöke, a Corvinus tanára. Nekem jó a kedvence ez, mert nagyjából abból tudom meg, hogy milyen szellemi táplálékot vesznek magukhoz a kormánypárti. Hát nem irigylem magát, hát nem könnyű, a kedvenc szerzője. De Paks kapcsán, ugye azt mondta a szerkesztő, mert mondtam, hogy úton voltam, hogy Fodor Gábor, mint volt környezetvédelmi miniszter, azt mondta, hogy fenntartásokat, de tulajdonképpen ő se tartott elvetendőnek a paksi atomerőmű bővítését. Azt hiszem, ezt mondta. De meg úgy is tudom, hogy ez az álláspontja. Na most a következőt mondja Lánci András, és ez magukról szól. Ja, hogy csinálják a reklámot a Heti Válasz múlt heti számában. A mai magyar ellenzék azt akarja, hogy a rész, kötőjel az egyének jóléte, megelőzze az egészet, a közösség jólétét. Ugye ez egy régi filozófiai kérdés, az egyén és a közösség kapcsolata. Csak hogy ez még rövid távon sem fenntartható politika. Orbán Viktor kötője, ki tudja mennyire saját, mennyire személyes tanácsadó a hatására, hogy magára gondol, felismerte, hogy a politikai sikeresség jóval több vagy kevesebb eszmékben, elvekben való gondolkodásnál. Ha tudod, mit akarsz, rendelj hozzá eszközöket, különben üres moralizálás vagy teljes politikai vereség lesz a vége. Na, az összödi beszéd erről szólt. Náluk nincs összödi beszéd, nincs szétdumálás, cselekednek. Elmegy Putyinhoz, aláír. Nem vacakol, megcsinálja. Na, ebben egyetértek. Maguknál a tökölés ment, az ötletelés megy. Ha visszaemlékszem a maguk kormányzására, Gyurcsány Ferencnek minden hétre volt egy ötlete. Nézze, és akkor legyünk ebben megengedőek, mert azt hiszem, hogy ebben annak kell lenni. De gondolom, lenni. Ebben egyetértünk. Elmondom a véleményet, és akkor jó, látni fogja, hogy egyetértünk, vagy nem ebben a dologban. Kétség kívül bennünk mindig van valami a jobb oldalon szokatlan és ott nem nagyon ismert filozofálási szándék. Kétség kívül, nagyon szépen le tudunk ülni egy asztal mellé, ott meg tudunk nyitni egy üveg jó vörösbort, és nagy eszmékről tudunk hosszan beszélni. Miközben a Fidesz pedig azt mondja, hogy van néhány egyszerű dolog, amit el szeretne érni, most nem minősítsük, hogy milyenek ezek a célok, és azonnal cselekszünk.
cselekszik érte. Higgyel nekem, teljesen bizonyos vagyok benne, hogy első ránézésre lehet, hogy hatékonyabb, amit az Orbánék csinálnak, de abba is, de bizonyos vagyok benne, hogy károsabb. És hogyha nem az eszményekből, nem az elvekből következik az, amit cselekszünk, abból lesz ez. Abból van trafik. Látjuk, hogy mit csinálnak belőle. Abból vannak a földmutyik, abból van a Simicska történet, abból van most végén ez a Paks történet, amit mond. Ha gondolja, beszéljünk erről. Én voltam éppen akkor még a akkori kormány energiaügyi minisztere, mikor ezt a paksi dolgot először kinyitattuk, és még hosszan tudnám folytatni a sort. Én ezt a tűnődő attitűdöt, ami a baloldalra jellemző, én ezt nem tudom kárhoztatni. Én azt gondolom, hogy... Hát az SZDSZ-re ment rá, nem vette észre. Nem vagyok én ebben biztos. Nem vagyok én ebben biztos, miközben azt hiszem, hogy most a tévénézők csúnyán néznek, mikor engem ebben a dologban hallgatnak. De azt hiszem, hogy jobb gondolatok jönnek ki akkor, hogyha azt tényleg érdemben végig gondoljuk, és nem így pattog ki a fejünkből, és csináljuk ész nélkül, ahogy ezt a Fidesz kormányzásban látjuk. Csak nem tudom a pontos számot mondani, de egy külföldi napilap is megírta, hogy sehol a világon nem láttak olyat, hogy egy év alatt annyi törvényt hoznának, mint Magyarországon. Ez egy törvénygyár. Orbánék lehet, hogy gyorsan döntenek, ebben magának igaza van. De a minőség rossz, az eredmény rossz, a végén meg az egésznek rossz. Segítsen, hány egészségügyi miniszterük volt? Molnár Lajos, a hölgyet, hogy hívták, aki a beteggágyak mellé akart trezorokat? Na nem segítek magának. Nem szép magától. Mindegy, lényegtelen. Megint a kedvenc filozófusom, Lánci András. Azt mondja, mert hogy mit tudtak vacakolni, most finom vagyok, vacakolni a tandíjjal, a kórházi látogatás díjával és az összes többi. Azt mondja Lánci András, Tocquevillet idézi, aki a 48-as francia forradalom kapcsán jegyezte meg. Gyakran megfigyeltem, hogy mindig azok kerekednek fel a politikai testületekben, akik a célt is, meg az eszközt is vállalják, és hogy általában azok húzzák a rövidebbet, akik csak a céllal azonosulnak, az eszközt azonban képtelenek magukévá tenni. Nincs itt semmi titok. Ha a cél morálisan igazolható, akkor a tömegek kétséges eszközök alkalmazását is helyeselni fogják, aktívan vagy passzívan, de elfogadják. Ez volt a maguk gyenge pontja. De az, amit most, amit ő most felolvasott, ezt is a Lánci úr írta. Hogyne, persze. Nem tudom más jelzőt mondani erre. Ez gusztustalan. Ez a cél szentesíti az eszköznek, igen, a legcsúnyább politikája. Ez az a politika, ami világháborúba vitte nem egy alkalommal Európát, aztán persze az egész világot. Ez az a politika, amiből kinőttek a diktatúrák. Azt, hogy a Machiavellinél maradva, nagyon nehéz egy adott pillanatban hitelesen megfogalmazni, mi a közjó. Mert ez fogja eldönteni az emberek szemében, hogy melyik politikát válasszák. Na most ez a közjó. Ez a kora középkorban, vagy a reneszánsz középkorban, amikor Machiavelli ezt a művét, de most, amikor a híres művét írta, lehet, hogy rendben volt. Van, amikor 4 millió ember a szegénységi küszöb közelében van, akkor az elmúlt hetekben nem hallottunk másról, mint hogy ki kerül, hova, mint. A 1 millió cigányról, a mélyszegényekről, ezekről nem hallottunk semmit. Mert minden csak romlott. Amit a Fidesz csinál, az egy kirakat politizálás. Mondjon már nekem ügyeket. Tudom, hogy ez egy rossz dolog, hogy én kérdezek vissza, nyilván az ön dolga a kérdezés, de akkor azt mondom, hogy mondjunk közösen olyan ügyeket, amiket tényleg probléma nélkül megoldottak. Nincsenek ilyenek. Mit csináltak meg? Magyarország fenntartható gazdaságpolitikát csinál, amiből egyébként minden más dolog az országban következik? Nem. Senki szerint nem. Magyarországon csökkent a szegénység? Nem nőtt. Ugye azt mondják, hogy több mint 4 millió szegény van Magyarországon. Elértünk odáig, hogy normális, biztonságos, nyugodt életünk van? Nem, jelentősen nőtt a bűnözés is. Csak azt a három ígéretet mondom, amit ugye a Fidesz, a kormányzás, meg a saját kormányzásuknak a második Orbán kormány megkezdésekor mondott. Ebben az országban érdemben, az emberek érdekében semmi nem történt. Van egy nagyon nagy kamu, tele van az ország óriás plakátokkal, tudjuk, hogy Magyarország jobban teljesít, de semmiféle igazi kormányzati teljesítménye mögött a dolog mögött nincsen. Van még néhány percünk, egy fontos dolgot beszéljünk meg. A szerkesztő úgy fogalmazott, hogy úgy tett fel a kérdést, hogy ez a három ember, tehát a Bajnai, Mesterházi, Gyurcsány hármas fölé nem kellett volna az ernyőként egy olyas valaki, aki nem közülük való, aki támadhatatlan, szakmai presztízs van, például Róna Péter. Most hallgattam a végén, mert ideértem, hogy volt Mesterházi, azt mondta, kétharmaddal nyerünk, Gyurcsány azt mondta, talán kétharmaddal, Fodor azt mondta, megengedőben, hogy hát azért bízik a győzelemben. Nézze,
Mesterházit például nem támadták. Nem támadták a Mesterházit, mert annyira nem tartják fontosnak. A Gyurcsányra és a Bajnaira. Erre úgy is tudja, hogy mit fog válaszolni. El tudja képzelni azt, függetlenül attól, hogy mi a véleményem. Hogy azt mondom, hogy létrejön egy szövetség, amit egyébként mi szerettünk volna, amiről mi nagyon régóta beszélünk. Ugye 2 éve a DK-nak a molinójára az van ráírva, hogy Demokratikus Koalíció az összefogás pártja. Létrejön ez a dolog, és én most bejövök egy esti televíziós műsorba, és azt mondom, hogy ez nincsen rendben. Nem mondanék ilyet, de teszem hozzá, mert őszinte szeretnék lenni. Szerintem egyébként tényleg rendben van. Nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy ezt a Chrysler érére neveztek ki egy Ford vagy General Motors vezérigazgatót. Miért ne lehetne? Ez is lehetett volna egy út. De miért nem? Mert ezt választották a szövetséges felek. Lehetett volna a másik mellett érvelni. És egyébként sokan érveltek is mellette. Hát hányan telefonáltak főleg, be, hogy adjon az Isten egy nőt. Nem így történt. Szerintem ezt a dolgot kell csinálni. Mi ebben tényleg őszintén hiszünk. Hogyha azt gondolja, hogy én csak ezt azért mondom, mert hát nyilván az ember elvégzi a maga feladatát politikusként, mert létrejött egy szövetség, azt támogatni kell, akkor ez nem igaz. Én ezt tényleg őszintén gondolom. Ezzel szerintem ez a dolog, ez kimozdult. Olyan szintű testpecség volt az egyik oldalon, másik oldalon pedig, hát keményen fogalmazok, bohózatba fulladó összefogás történetek, sikerül, nem sikerül, követelik, nem történik meg, és még folytathatnám a sort, ennek a mai napon vége van. Innentől kezdve minden felelősség a miénk. Ezt előre tudjuk vinni, akkor nyerni fogunk. Jó, csak már megy ezzel. Egy valamit megtanultak abból, ami történt magukkal? Hogy ne egymás közdumáljanak, hanem a Gyurcsány, ha akar valamit mondani, hogy hazudtunk, de összedi beszéd, azt mondja a nyilvánosság előtt. Nézze meg, nincs kibeszélés a Fideszben. Gombnyomogatók vannak, bologató emberek vannak. Ha felteszük a kérdést, hogy erről mi a véleményük, akkor zavarba jönnek, hebegnek, habognak, a sajtóosztályhoz küldik. Viszont meg van zsírozva a dolog, megy előre a járgány. Hogyha valakinek ez tetszik, ez a fajta stílus, szerintem a Fideszre kell szavazni. Hatékony, mondja Lánci András. Én mindig azt szoktam mondani, hogy... A Lánci azt is mondja, hagyjuk már az értelmiséget, politikusok kellenek, akik dönteni tudnak. Különböző fórumokon állandóan mondják nekünk, hogy miért nem csináljuk úgy, mint a Fidesz. Hát ők milyen kemények például a döntéseikben, milyen egységes a kommunikációjuk. Én nagyon kulturáltan és csendesen szoktam visszakérdezni, hogyha azt szeretnék, hogy olyanok legyünk, mint ők, akkor mi különböztet minket meg tőlük? Hát talán mi? A cél, mert mondjuk a Láncénál az nem derül, hogy mi a cél. Hát, mert azt hiszem, nincs is céljuk. Hát. Náluk a politika, a Fidesz egy önmagáért való cselekvés, de egészen vicces, amit ma mondanak, hogy levitézlet politikusok szövetsége jött létre, miközben Orbán Viktor 24 éve parlamenti igen, képviselő, és a egyik legöregebb, már most, politikailag legöregebb. Ezt hallottam, most ezen lépjünk túl. Nincs a végén, nekem egy régi veszőparipám az, amit szeretnék megkérdezni. Nem gondolom, hogy május 1-ek kellene Luftballmokkal és a Hongyula féle fórumokkal és indulókkal, de hogy valami kellene, a szimbólumok. A kettős állampolgárság ügyére kérdeztet rá a Hír TV-s, és ott azt mondta, nem nyitjuk újra ezt a vitát. Tanultak abból, hogy valahogy a néplélekre is hatni kellene? Hogy közösségi terekre volna szükség? Hogy az emberek imádnak közösséghez tartozni? Tanultuk. Lesz valami változás? Hát szimbólumrendszerük sincs igazán. Közösségi tereik sincsenek igazán. Ebben a közösségi térben nem vagyok teljesen biztos. Két dolgot hadd mondjak. Az első ez a 21. század új modern közösségi tere, ugye ez a virtuális közösségi tér, amihez legtöbben az tartoznak. Mondom majd a másikat is, elsősorban a Facebook közösségi tere. Itt a mostani demokratikus ellenzéki pártoknak nagyon jó teljesítményük van. Hadd szóljak egy kicsit hazafelé, ugye a DK-nak rengeteg követője, és ugye egy legfrissebb felmérés szerint a legaktívabb követői vannak ebben a dologban, és tudjuk, hogy manapság már nem csak a fiatalok, az én édesanyám is a Facebookon intézi az ügyeit, pedig ő most már éppen január 1-e óta nyugdíjas. De van a másik fele neki, hogy meg kell próbálni megtalálni azokat a korábbiaknál kicsit jobban szervezett közösségeket, és most nyilván látom az arcán, hogy visszakérdez rám, hogy a lakossági fórumoknak a bal oldalára gondoltam. Nem erre gondoltam. Valami, ami összeköt minket, valami, amiben közösen hinni tudunk. Szerintem tud ilyen lenni a bal oldal, régebben is volt. Valaki megkérdezte tőlem reggel, hogy nem késtünk el ezzel a dologgal. Azt mondtuk neki, hogy 2002-ben, amikor a Fidesz ellen indítottuk a kampányunkat, Medgyessy Péter akkori miniszterelnök jelölt vezetésével, akkor április, azt hiszem, 9-én volt a választás,
Február 15-én kezdtük el a kampányt, és akkor is ez volt a legfontosabb kérdés, amit mond, hogy tudunk-e ilyen közösségi tereket létrehozni. Jó, nem késtünk el, szerintem a következő 2-3 hónapban ezt megcsináljuk. Lejárt az időnk tulajdonképpen, ezért egyetlen megjegyzésem mellett persze reagálhat. Én mindig rögtem a biodíszleten, és nagyon sajnáltam azokat az olimpiai bajnokokat és remek művészeket, akiket odaállítottak, és helyettük is restelkedtem. Eljön az az idő, amikor nem lesz ciki baloldalinak lenni, és egy Gyurcsányt felvállalni? Meg magát is? Szerintem most se az. De az. Még az. Csináljunk egy egyszerű dolgot. Na. Magáról köztudott, hogy a műsoraiból, hogy hát nem tartozik a Gyurcsány rajongók közé. Legalábbis ezt szokás mondani. Mondjuk úgy gondolkodom, hogy a Jávor Benedek. Meg tudja erősíteni ezt a dolgot. Igen. Viszont nyilván magát egy ilyen baloldalhoz köthető értelmiségének. De a Gyurcsány most is önt küldte maga helyett. Értelmiségének. Igaz, hogy az Olgánál volt benne, igen, de hozzám nem jön be. Értelmiségének tartja. Csináljuk azt, hogy maga ebben a dologban előre megy. Példát mutat a többi baloldali értelmiségének, hogy ebben a dologban lehet szégyenkezés nélkül, őszintén, na, látja, tisztességgel ebben a dologba belemenni. Magát majd lehet, hogy engem fogják. Most ki fognak rúgni, mert most már egy perccel túlmentünk. Na, segített nekem. Úgyis azt a kérdést majdnem nem tettem fel, hogy mi lesz velünk belgákkal, az egykori MDF-esekkel. Mert hogy a Bokros Lajos, meg ez a MoMA, tudja, modern Magyarország, ez, mi hol vagyunk? Hát remélem ezen az oldalon. Nagyon remélem, hogy Bokrosék is fogják támogatni majd ezt a szövetséget. Mi egyébként ezt több körben tárgyaltunk is velük. Ezt mi még meggondoljuk. Meggondolják? Köszönöm, Monács. Beszéljen velük és segítsen nekünk. Helyes, ezt már meglátjuk.